Székben üdögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli. Egy egész érdekes könyv jelent meg, a Flipper Múzeuma, a Magyar Játéktermek képes krónikája címmel, és ezzel az egyedülálló kötettel ünnepel a Flipper Múzeum a játék születésének 150. évfordulóján. Itt van velünk a vonalban Pataki Márk, könyv egyik szerzője. Ha jól tudom, akkor a másik Pálfi Balázs. Így van, a másik szerző Pálfi Balázs, a Flipper Múzeum tulajdonosa pontosan. Szuper. Márk, az a meglepő mondat fogadott engem, hogy a flipper és a gazdaság története egymástól elválaszthatatlan. Hát mondom, akkor ez a műsorba illeszkedő téma lesz. Ez pontosan így van. Nagyon-nagyon sok helyen kapcsolódik a flipper és a gazdaság története. Tulajdonképpen amikor azt mondjuk, hogy a 150. évfordulóját ünnepeljük a játéknak, akkor egy Montagu Redgrave nevű úriemberre emlékezünk vissza, aki Ohio-ban akkor adta be a szabadalmi kérvényét a játéknak egy ősi elődjére. De azért azok a gépek, amik lábakon állnak, ahogy ma megismertük őket, azok igazából az 1929-33-as gazdasági világválságnak a kapcsán emelkedtek fel. Talán részben azért is, mert az emberek egyfajta olcsóbb alternatívát kerestek a szórakozásra. Tehát én azt gondolom, hogy ez az első pont, és innen is indul a mi könyvünk igazából, amikor látszik, hogy milyen szoros kapcsolat van a különféle konjunktúra ciklusok és a flippernek a felemelkedése. Na de hát akkor magyarázd el ezeket az összefüggéseket. Milyen összefüggések vannak? Ugye hát, amit már most említettem az előbb, az első, igazán a játéknak a megszületése és az első felemelkedése az egy gazdasági világválsággal függött össze. Nem akartunk ebből a könyvből egy ilyen száraz történelem könyvet csinálni, sem gazdaságtörténeti, tehát alapvetően ez egy korrajz egészen a 30-as évektől napjainkig, ahol mindig rá tudunk pillantani arra, hogy a flipper és a játéktermek éppen Magyarországon milyen megvilágításba kerültek a politika és a gazdaság szűrőin keresztül, de például Fiorello LaGuardia polgármester New Yorkban $200,000 értékű gépet, 2000 darab gépet vetett a tengerbe 1934-ben, mondván, hogy mondjam, politikai tőkét akart nyilván ebből kovácsolni. Aha. És azt mondta, hogy ez a szerencsejáték, ami viszi a pénzt, tehát ugye ott pont a gazdasági válság, a nagy recesszió időszakát éljük az Egyesült Államokban. Hát akkor, és ezek még ott vannak? Ezek a gépek vajon? Több millió forintot érhetnek ma. Könnyű búvárok kihoznák esetleg. Igen, és nagyon sokat érhetnek, és nem ez az egyetlen ilyen akció volt egyébként, és ez volt az első olyan pillanat a játék történetében, amikor összemosták a nyerőgépekkel a flippereket. Uh-huh. Noha ugye a flippergépen hagyományos értelemben bár fogadások kapcsán lehetett nyerni, és Amerikában voltak is egyébként olyan gépek, amik adtak bizonyos összeget a nyeremény esetén, de azért a flipper sosem volt szerencsejáték nyerőgép, tehát sosem Stimmel. Volt pénznyerőgép. Tehát ebből a pillanattól kezdve itt már tulajdonképpen összemosták, itt évtizedekre be is lett tiltva, és csak a 70-es években jött vissza például New York államban a flippernek a legalizálása, de az a konjunktúra ciklus, tehát a konjunktúra ciklusok, ugye, amikor még beszéltünk az előbb, azok annyiféleképpen tudtak megvalósulni, hogy teljesen más volt mondjuk a gazdasági világválság után a flippernek a kibontakozása és elterjedése, és megint más volt mondjuk a 70-es években, a szocializmusban Magyarországon, ahol, és erről is szól a könyv részletesen, egy egész fejezetet szenteltünk ennek, ahol ugye kemény valuta hiányában felmerül a kérdés, hogy hogyan tudott hatalmas mennyiségben flipper flottát importálni a Kádár rendszer Magyarországra, a KGST országokban egyedülálló módon. Mert hogy az állam importálhatott, akkor nem lehetett ilyet, hogy valaki gondol egyet és behoz flippert. Itt legalább annyira érdekes a miért, mint a hogyan. Itt pontosan így van. Tehát ezért is szenteltük egy hosszabb fejezetet a Kádár rendszernek. És ugye a 70-es éveknek és a 80-as éveknek egyébként külön-külön. Itt néha a későbbiekben már azért történtek
ugye a Kádár rendszerben óvatos liberalizációk, volt egy időszak, nyilván már később, amikor egy pár éven keresztül magánszemély is importálhatott egyébként flippergépet, de hát ez akkor is akadályozták, ahogy tudták, a vámtól kezdve az összes hivatali csatornán, forráson keresztül lassították ezt a folyamatot, de a lényeg az az, hogy volt egy iparcikk kölcsönző vállalat nevezetű konglomerátum, és az iparcikk kölcsönző, ami egyébként hihetetlen veszteséggel kölcsönzött babakocsitól vitorláshajóig, tényleg rengeteg sok cikket, mindegyik veszteséges volt. A flipper volt az egyetlen, ami nyereséges. Nyilvánvalóan nem magánszemélyeknek kölcsönözték ki, hanem a Vidámparttól kezdve mondjuk a különféle játéktermekben álltak ezek a gépek, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy 1962-ben már megnyílt az első magyar játékterem, miközben, és ugye nyugati gépekkel, 62, még egyszer, miközben Coca-Colát akkoriban még csak ugye papíron láthatott a magyar hát ember. Meg bultalol, fekete import, stb. Hát. És ugye hát az volt az ideológia hozzá, hogy a nyugaton az emberek Coca-Cola mámorban fetrengenek, erre a szocializmusnak nincsen szüksége, tehát volt egy ilyen, tulajdonképpen ez volt a visszatérő mantra. Ettől függetlenül az ennél sokkal-sokkal drágább, és legalább ugyanannyira, most idézőben mondom, és nevesünk dekadens nyugati termékeket, a flippereket, azokat viszont korlátlanul importálta a rendszer. Uh-huh. Elképesztő jó pofa történet egyébként. Nekem ugye nyilvánvalóan az ilyen 70-es, 80-as éveket idézi meg, amikor kisgyerekként is, meg utána fiatalként is először láttam ilyen gépeket, meg használtam, meg hát nyilvánvalóan a Terence Hill, Bud Spencer filmek, amikor amiben ugye... Chili Willy játéktermek, és hogy tudott játszani vele a Terence Hill. Ugye ez az első. Amikor először jártam nálatok, akkor hát nyilvánvalóan nyálcsorgatva néztem végig az összes gépet, mert ugye annak idején egy-két gép volt maximum, amit ki és lehetett próbálni. Külön műfaj volt nézni a Mayereket. Tehát ott álltunk körülötte, és ránk szólt, hogy haló, így nem tudok játszani. Jó? Egy kicsit lépjetek hátra, öcsi. És akkor ott néztük tátott szájjal, hogy tud varázsolni. Kedvet csinált hozzá, összeszedtük a zseppénzt, benyomtuk, és ahogy jött, úgy ment, tehát mi nem tudtuk ugyanazt a varázslatot megcsinálni, mint ott a igazi nagy spílerek. Egyébként most hogy áll a flipper, mint műfaj itthon és a világban? Van ugye egy egyedülálló flipper múzeumunk, hál' Isten, aki még nem járt ott, kötelező program, tényleg nagyon jó szórakozás. Gyakorlatilag a külföldi sajtó krémje is mind bemutatta. Igen, de van még flipper terem? Flippereznek még az emberek? Hadd kezdjem egy pillanat, csak egy fél mondat. Csak azért mondom, mert gazdasági fellendülés van éppen, tehát, és erről írtok, akkor most reneszánszát kellene, hogy élje a flipper. Az az igazság, hogy már egy pár éve reneszánszát éri a flipper. Látszik az, hogy tehát iszonyatosan kevés szereplő maradt a piacon a gyártók között, a Stern ebből a vezető, és nagyon-nagyon erős tendencia alakult ki arra, hogy a régi még meglévő gépeket felvásárolják a gyűjtők, meg egy-két múzeum, mint amilyen mi is vagyunk. És világszerte nyilvánvalóan ez felnyomta az árakat, a játékoknak az árai nagyon megemelkedtek, a retro hullámon túl is sokkal erősebben megjelent ez a momentum, és igazából a Terence Hill, tehát hogyha említed ugye Bud Spencer, Terence Hill, az emberek fejében tényleg ehhez az érához kapcsolódik a flipper játék a leginkább, én azt gondolom, és nem véletlen, hogy mi is kiállítottuk a múzeumba a Terence Hillnek azt a gépét, amire felugorva játszik az és megint dübbe jövünk be, és ott van mellett az eredeti olasz plakát, és Terence Hill is, és Bud Spencer is, hogy mondjam, említésre kerül a könyvben, mert nem lehetett őket megkerülni, mert ők is játéktermeket vertek szét a gépekben, a filmekben. Tehát ezek a dolgok nagyon erősen derik is, ötvös csöpi is, ugye ezek a szereplők mind felbukkannak újra. Tehát most gazdasági értelemben a flipper egyfajta reneszánszát éri, kevés helyen lehet vele játszani, otthonra azért gyűjtők, bár egyre többen szeretnének otthonra gépet venni. Sokan hát ez milliós azzal, összeg, ugye? Hát hogyha attól függ, hogyha mondjuk egy új gépet nézel a Sternnél, akkor ott azért mélyen zsebe kell nyúlni, 4-5 ezer dollárnál indulunk. Aha. Tulajdonképpen az alapmodelleknél nagyjából. Igazság szerint nem is az a legnagyobb probléma, mert az is egy óriási probléma, hogy valaki mondjuk megvegyen pár százezer forintért, vagy 1-2 millió forintért, mert az emberek többségének ez nyilvánvalóan kihívás.
de a még nagyobb kihívás az az, hogy szervizeltetni is kell a gépet utána. És az arra rendkívül korlátozott, hogy mondjam, szaktudással rendelkezésre. Hát szerencsére, mint ahogy az András mondta, van a Flipper Múzeum, ott az ember beszabadul, és akkor újraéli gyermekkorát nem tudom hányszor. És csak azt megfertőzi a fiatalabb korosztályt. Mindenkit. A könyv meg ugye ott kapható nálatok, de az is érdekes, hogy angolul és németül is meg fog jelenni. Így van, kiadjuk angolul és németül is, és megkezdjük hamarosan, tehát pontosabban most már ezek a munkák megkezdődtek. Szeretnénk a karácsonyi időszakra kijönni mind a német, mind az angol verzióval. Ma is éppen reggel megnéztem a Facebook oldalunkat, jöttek az érdeklődések az amerikai angol területekről, hogy akkor mikor jövünk ki az angol kiadással. A német, tehát Németországból, Ausztriából is nagyon sok látogatónk volt az elmúlt években, ők is hűségesen kötődnek és kérdezik, hogy mikor olvashatják ezt el, úgyhogy mi nagyon bizakodóak vagyunk ezzel. Szuper. És reméljük, hogy visszük az ország hírét tovább, ahogy eddig is tettük, és Budapest hír. Hogyne, szuper. Márk, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Mi is nagyon szépen köszönjük. És akkor mindenkinek a 13. kerület, Radnóti Miklós utca 18, a Flipper Múzeum. Érdemes meglátogatni. Szuper, köszönjük szépen, jó munkát, köszönöm. Jó hétvégét. Viszont kívánjuk, köszönöm. Pataki Márkkal beszélgettünk, aki többek között a Flipper Múzeum a könyv egyik szerzője, és magáról a könyvről beszélgettünk az elmúlt percekben. Nekünk meg nem maradt más hátra, mint előre ki a szabadba, András, a strandra, ebben a kánikulában más nem is csinálhat az ember, ugye? Nem, de csinálhat sajnos. Igen. Irány az erdő. Irány az Somogyország, erdő. Vissza a természethez, vissza a gyökereimhez. Ennyi. Somogyországban, ha hétfőn nem jönnék, ne keressetek. Hát én velem nem fogsz találkozni hétfőn, úgyhogy ja, mert te hosszantartó megérdemel, nagyon súlyos. Nagyon hosszan. Inkább rövid. De annál súlyosabb. Egy villanásszerű szabadság. Villanás lehúgyod a szemed, és már is itt ülsz a stúdióban velem a Millás reggelében. Ne feledd, majd felhívlak naponta, hogy emlékeztesselek, hogy meg már csak hány nap van vissza a szabadság. Többet fogyasztani emiatt most, hogy ezt senki nem akarhatja. Úgyhogy ez a teher rajtad van. Nagyon szépen köszönjük mindenki figyelmét, amelyet ezen a héten tanúsított produkciónk iránt. Reméljük a fogyasztói szokások nem változnak meg a hétvégén, és átmentődnek a jövő hétre, és mi mindent meg fogunk tenni. Annak érdekében, hogy velünk tartsatok, mindenkinek tartalmas és eredményes hétvégét kívánunk. Hétfőn 6:30-kor elvárunk mindenkit ide a készülékek elé. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart.